Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, zene lesz. Velem szemben a stúdióban Barta Ákos, Dannonna és Katók István alias. Mangó Rájzra. Meg a Lackót meg kell várjuk. Lackó! Cső, megjött a Lackó Mackó is. Somó rádióadón interjúkat fogunk adni, úgyhogy gyertek velünk, most éppen a Petőfi Rádióban vagyunk. Yeah. Az nem tévedhet el. Az nem tévedhet el. Cső, hello. Menjünk be a stúdióba, gyertek! Go! Mi egy olyan zenekar vagyunk, akik elfelejtették megbeszélni, hogy pontosan milyen stílussal fognak foglalkozni, úgyhogy ez az egy preferencia volt, amit nem beszéltünk meg, és talán az egyik legjobb döntésünk is egyben. Rólunk azt lehet tudni, hogy mindent magunk csinálunk, nincs idegenkezűség, és sosem lehet tudni, hogy a következő dal éppen milyen stílusban szólal majd meg. Jó, de vannak olyan stílusok, amik nem férnek bele egyébként a Mangó Rájz általi összegyúrt stílusba. Opera műfajban ritkán tevékenykedünk, ügyes vagy, igen, tudsz ilyet találni, de azért alapvetően az van, hogy mindenféle stílusban, tényleg azt mondanám, hogy könnyűzenei palettán nehéz olyat találni, amit nem érintünk. Te vagy lényegében a Mangó Rájz gidája, ott táncol szaxofonnal a nyakadban? Pontosan. Sose hallottam ilyen megfogalmazás, de nagyon vicces. Hogyha közben szóltok, bár nagyon szórakoztatóak vagytok, akkor azért annyit elmondanék, hogy amúgy István egy teljes értékű zenei producer ebben a zenekarban, tehát hogy az, hogy ő ott a színpadon éppen csak azzal foglalkozik, hogy a szép lányokat nézze az első sorba, és megtáncol, közben megtáncizik, és lefújja nekik, amit le kell fújni. Azért ettől függetlenül azt érdemes tudni, hogy István így a mondjuk a 365 napjából egy évben úgy 300-at velem együtt stúdióban ül, és ott folyamatosan. Amikor nem gidáskodik. Amikor nem gidáskodik, hát ugye a gidák élete fura, kicsit táplálni kellett, és utána mindig visszamegy a ketrecébe, de amúgy zenél. A gidák élete nem játék. Persze, nem csak játék és mese. Hölgyeim és uraim, a híres. Amíg a turné. És hát egy merő zenekar lettetek így az elmúlt időszakban, mert ugye volt nektek egy a Szó nem elég című dal. Na, erről meséljetek nekem, hogy kell csinálni milliós nézettséget a YouTube-on, jó? Hát egy picit, hogy történt, hogy így a semmiből igazából elkezdtétek csinálni a zenekart, de egyszer csak lett egy klipetek, ami több milliós nézettséggel rendelkezik. Hát ezt sajnos nem mondhatjuk el. Köszönöm, hogy itt voltam. Legyünk így, ahogy vagyunk, egy nagy család, szeressük egymást, szeressük, amit csinálunk. Bérlünk házakat, ott alszunk, grillezünk, nem tudom, mit tollasozunk. Egy igazi rádiós lágerre jöttetek. Én utoljára a Szó nem elégnél éreztem azt, hogy na hát ez, nekem ugye tudjátok, az egyik nagy kedvenc dalom, így ever, és most jöttetek egy olyan kicsit lírikusabb dallal, ami nagyon nagyot fog szerintem ütni. Gyönyörű tóparton, egy tó tavon is forgott a videóklip. Igen. Igen, oda megint beúsztattak a fiúk. Értem, ugye, hogy jó idő volt, és meleg igen, volt még októberben, igen, de még pont te, és hogy hát, vállaltad ezt? Én azt gondolom, hogy ez amiatt volt, hogy van a Szó nem elég című dalunk, ott zongorával a Dunán úszom, és szerintem arra gondoltak, hogy legyen még egy hasonló híres és jó dal. Lackó többször fejtegette, hogy lehet, hogy azért megy az a dal ekkorát, mert hogy ő a Dunán van egy zongorával. Szerintelenül erre gondoltam, mert egyszerűen nem jöttünk rá, hogy mitől, de akkor valószínűleg ettől, és most gitárral vagyok egyébként egy tavon. Jó reggelt kívánunk minden sős felnap hallgatónak! A Mangó Rájz srácokat köszönhetjük, meséljetek már a videóklipről, mert hogy elég különleges helyszínen készült, illetve hogyha én jól láttam, de csak azért tűnt fel, mert Ákos egyik snitben rövid nadrágban van, a másikban hosszúban, hogy ugye azok korábbi felvételek, amiben a sárga pólóban vagy. Nem, külön alkalmazunk embereket, akik beszaladnak, és amik csak deréktől fölfelé mutat a kamera, levágják a nadrágot szemben. Egyébként így képzeltem el. Igen, az a helyzet, hogy a klip Erdélyben készült, és hát nagy kedvencünk Erdélyország, imádunk oda járni, és tavaly háromszor is volt szerencsénk kint játszani. És ott az egyik buli után összebarátkoztunk egy filmes stábbal, akik ott éppen az aktuális eseménynek a filmét csinálták, az aftermovie-t, és összebarátkoztunk, és azt beszéltük meg, hogy ha következőleg itt járunk, akkor forgassunk már együtt egy klipet. Uh-huh. És
És hát ez meg is valósult, mert hogy volt szerencsénk újra és újra Erdélyországba utazni, úgyhogy mondtuk nekik, hogy akkor, hát akkor találkozzunk és forgassunk, és addigra ez a dal már viszonylag a küszöbön állt. És akkor ez így jött össze, hogy egy fellépés kapcsán annyi időt töltöttünk ott, hogy volt egy egész napunk együtt dolgozni a videóklipben. Tegnap is, meg most is itt olvasgatom a YouTube-on a dal, a klip alatt a kommenteket, és én nem tudom, hogy ti szűritek-e vagy nem, de hogy csak pozitív észrevételek vannak, hogy mennyire jó, fülbe mászó dallam, jó szöveg és pozitív vibe, ez nagyon jó lett, ismét, és milyen igaz. Vajja, Isten, lássa a lelkemet, sose szűrjük. Egyszer-kétszer töröltünk ki, de tényleg egy kezemben meg tudnám számolni, amikor tényleg akkor ti valamit nagyon tudtok. Nagyon rossz indulatú, bár akárki, akinek minden rossz, na, neki ez is rossz volt. De amúgy tényleg az a szerencse, és hát ez nem szerencse igazából, mert mi olyan tartalmat kódolunk zenébe, amit ha kibont az ember, akkor azért úgy negatív energia nem nagyon jön belőle. Nem vagyunk megosztó karakterek lila hajjal, nem tudom, nem szidunk senkit. Tehát igazából ez tényleg egy csak a zenéről szól ez a mutatvány, és általában azt veszük észre, hogy a zene szerető emberek ezt nagyon jó kedvel csomagolják ki. Csak hogy nekem nagyon meglepő volt, hogy azért tudjuk, hogy milyenek a magyar kommentelők, és azért egy-egy csúnyaságot lehet olvasni, de most szó szerint mondom, hogy itt a kommentek között mindegyik pozitív. És közben megjöttek ám a rajongók is, csak szólok. Zsolt írta, én kifejezetten imádom a Mangorász csapat dalait, van benne rengeteg érzelem, szív, lélek, romantika, ritmus, életérzés. A szó nem elég bulikban is pörög nálam, a többi dal pedig annyira rádióbarát, hogy pörögnek a rádiós mixekben. Respekt, csak így tovább, srácok. Gréta is írt, imádom a vendégeiteket. De nagy király, Zsolt és Gréta megbeszélt számla-számra, utaljuk majd. Puszi nektek. Nagy mesterekkel vagyunk, és itt van Jani. Itt kezdődik a rock and roll, tudod? Viszont annyiban is hasonlítunk még a rockzenekarokhoz, hogy most 36. tetoválás született meg a dal szövegeinkkel. A tavaly kiadott daloknak mindegyikéből született tetoválás. Igen? Valamilyen követő által. Magukra varratják az emberek a dalszövegeinket időről időre. Barogéppel, vagy pedig... Ez nem rendes életre szóló tetoválás, tehát... Azért az elég elismerő. Gyakorlatilag sokszor azt szoktam mondani, és én így is gondolom, hogy ez nekem például sokkal többet jelent, mint ha előrébb engedne a YouTube robot a fizetett tartalmak mellé, és igen, több nézettségem igen. lenne. Igen, tehát, igen. hogy ez engem ez jobban visz. Talán Guido, ez még a ti időtökben ugye nem létezett ez a platform. Nem, most képzeld el, hogy ez olyan, hogy leülsz délután, bekapcsolod ezt az alkalmazást, és több ezer embert egyenként végiglapozhatsz, aki a te dalodat tátogja. Igen. Tehát ez teljesen beteg. Egy elég mélyre szántó nótáról van szó, amit ő most kivételesen nem megszokott módon némiképp rokkos irányultságú, vagy gondolatokat tartalmaz, nyomokban rokkot tartalmazhat, figyelmeztet a feliratot csomagoláson, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép képi világú Erdélyben forgatott klippet láthat a kedves hallgató néző, amit Székelykeresztúri Erdélyi mezein forgattunk közösen a Medvertising csapatával, akikkel szintén Erdélyben barátkoztunk össze egy színpad mögött. Hát sok szeretettel küldjük a rádiógaga hallgatóinak a dalt. Na rendben, akkor most a rádiógagán következik a Mango Rising is a szívemen át. Varta Ákosnak és Katuk Istvánnak nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltatok, és várunk Erdélyben. Nagyon szépen köszönjük. Én nyomom a rotarit. Oh. Stabil C. Ez be van állítva. Örültem nektek, hogy ismét itt voltatok velem. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Aki igazán szeret, aki igazán, aki igazán szeret, aki igazán. Srácok, köszi, hogy itt voltatok, és hát nagyon szurkolok nektek. Legyen még egy 16 milliós dalot. Szívcsikért, köszönjük! Szépen! Szevasztok! Köszönjük! Milyen köhögök! Nem emlékszem, nem amúgy! Köszönjük!